A gyakorlat ideje alatt 3000 katona és több mint 500 hadieszköz érkezik a térségbe. Ezek részét képezi az a közel 100 jármű is, amelyek szállító szerelvényei március 18-án érkeztek meg a Hajmáskéri vasútállomásra. A harckocsikat kezelő személyzet várta, hogy a páncélosokat a vasútállomásról kivezetve célállomásukra vigyék. Összesen 4 darab Leopard páncélos mentőharckocsi, 34 darab Fennek páncélozott csapatszállító jármű, valamint 37 darab CV-90-es, svéd gyártmányú 31 tonnás harckocsi gördült le a vagonokról, tudtuk meg a helyszínen. A várpalotai kihívás 2014 nevet viselő holland vezetésű nemzetközi gyakorlatban a felsoroltakon kívül kiszolgáló és a hátteret biztosító állományként magyar és további holland katonák is részt vesznek majd. Elsőként a holland 13-as gépesített dandár gyakorlatozik, majd április elején csatlakoznak hozzájuk a holland 11-es légi mozgékonyságú dandár, valamint a helikopteres erők is. A Várpalota Challenge 2014 hadgyakorlat tovább erősíti a holland-magyar katonai kapcsolatokat a NATO-n belül. A két ország együttműködése több éves közös múltra tekint vissza. Hazánk például Hollandiától vette át a tartományi újjáépítési csoportot Afganisztánban 2006. októberében. A két nemzet katonái együtt szolgáltak és szolgálnak a NATO és az Európai Unió számos műveletében, így például Afganisztánban, Koszovóban, Bosznia-Hercegovinában és Szomáliában is. Olvasható a honvédelem.hu-n. Bár a gyakorlat során éles lövészet nem várható, az elkövetkező hetekben a környéken megnövekedett katonai járműforgalomra lehet számítani.